Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök Négy szemköz című műsorunkat látják, amelyben mai vendégünk Gabelics Tamás, az Érdés környéke Horgász Egyesület elnöke. Önnek is jó estét kívánok! És beszélgetés főapropója a közeledő horgászverseny, amit az Egyesület évi rendes nagy horgászversenyeként rendeznek meg. Majd erről is beszélünk, de előbb beszélünk egy kicsit az Egyesület hétköznapjairól. Ugyanis a nagy eseményekről beszámoltunk, a karácsonyi halászléfőzésről, aztán a bárról is beszámoltunk a televízióban, de hát gondolom nem ebből áll az Egyesület élete. Igen, hát elindult ez az év is, méghozzá nagyon serényen és nagyon sok munkát adott ez az év is. Elsőként mondhatnám, hogy egésztelünk a horgásztanya, a dömsödi horgásztanya felújításával foglaltuk el. Nagyon sokat társadalmi munkáztak a horgászok, sokat megtudtunk különböző adományokból és az Egyesület pénzéből is. Nagyon szépen rendbe hoztuk a horgásztanyát, ami már üzemel is, már elfoglalták a horgászok, és nagyon élvezik. Új csónak van, a stéget is felújítottuk teljesen, úgyhogy nagyon szép a környezet. Ezzel ment el a telünk. És jött a tavasz, ugye, itt van a nyakunkon, amiről nem sokat beszélhetünk, mert az időjárás nem volt kegyes a horgászokhoz, de a horgászok azért beindultak, járják az országot, hozzák a híreket pozitív, negatív eredményekről. A horgásznak mi pedig, a vezetőség, nagyon serényen szervezzük most az előttünk álló legközelebbi feladat, a horgászverseny, amit nagyon jó körülmények között úgy érzem meg tudunk rendezni. Erre vonatkozólag ugye 4 tavat néztünk ki, amit lejártunk, és ez sok idővel, munkával járt, végigjártuk azokat a tavakat, amelyeket kinéztünk, és végén eldőlt, hogy Göbölpusztán, az Zoltán tavon fogjuk tartani a horgászversenyt. Még el kell mondanom... Még nem menjünk bele nagyon a horgászversenybe, arról majd kicsit még hagyjunk egy kis időt. Térjünk vissza a tanyára. Azt hiszem a legjobb az lenne, hogy egyszer kamerával ellátogatnánk oda, hogy úgy mutassuk meg a nézőinknek, de most csak az ön elmesélése alapján tudunk fogalmat alkotni róla, hogy milyen lett a felújítás után a horgásztanya. Hát a horgásztanya kívülről át lett festve teljesen, belülről is, külső-belső festés. A fürdőszobák javítása, teljes vízvezeték, villanyvezeték felújítása, a vízvezeték csőrendszere teljesen fel lett újítva, új csónakot vásároltunk, a stégnek a bejárója és maga a felülete új deszkákkal lett kijavítva, és új csónak van hozzá kötve, tehát most a tanya tulajdonképpen nagyon szépen néz ki, és el kell mondjam azt, ugye, hogy önök még nem jártak ott a kamerával, ez a vízparton, a Ráckevei Dunák vízpartján, a ház előtt folyik a víz, a stég ott van, kivilágítható este a stég, és majd nagyon kellemes szerintem, mert hideg-meleg vizes konyhával felszerelt televízió benne. Ja, még a bútorzatát is kicseréltük a tanyának. Nem keveset költöttek. Igen, és most nagyon szépen rendben van a tanya. Horgászok hogy tudnak oda eljutni, gondolom, nem csak horgászni, hanem nyaralni is sokan szeretnének ott. Igen. Hát még van helyünk, mert előre jelzik a horgászok, hogy milyen hetes turnusban alkalmazzuk, illetve adjuk oda a horgászoknak, egy családnak, 10 fő fér el. Nem adunk 2 családnak, egyébként 3 család elférne benne, mert 10 férőhelyes a tanya, de egy családnak, és az viszi a barátait vagy családtagjait 10 fővel, vehetnek részt rajta, és ezt be kell jelenteni előtte való hetekben, hónapokban, de hát már január-februárban jelzik a horgászok, hogy mikor akarnak menni, és akkor egész évre, szeptember 10-ig, május 10-től, igen, és szeptember 10-ig üzemel, és akkor, ahogy van hely, mindenki, a horgászok bejelentkeznek, akkor igénybe vehetik. Nagyon aktuálisak vagyunk, hiszen most indul a szezonja, akkor ugye horgászháznak. No, térjünk vissza akkor a versenyre. Elnézést, hogy ez ügyben félbeszakítottam. Ott tartottunk, hogy megtörtént a tó kiválasztása. Mit kell tudni erről a tóról? Igen, hát elmondanám azt a 4 tavat, amit célba vettünk, ha erre van lehetőség, ugye. Az első tó volt a Réti Major. A horgászok hallottak róla, nem tudom, önök is, mert a tévé sokat foglalkozik ezzel a tóval, ez a Lévai úrnak a birtokában van ez a tórendszer, csodálatos környezetben. Nagyon jó feltételeket biztosított volna Lévai úr is nekünk, csak a távolsága
véget, buszt kellett volna, két buszt, és az ő költsége és a tóval kapcsolatosak, ez nem állt össze, bár nagyon sajnáljuk, mert az egy élmény lett volna a horgászoknak, hogy ott versenyezzenek, ez nem jött. A Velence nem jött, nem tudtuk megszerezni, mert a evezős pályán akartuk rendezni, és annak a programja soha nem egyezik a miénkkel. Ez kiesett, Pilis Csaba volt még, a Pilis Csabai tórendszer, az meg a rossz közlekedése véget Pesten át, és így Göböl puszta itt Biatorbágy és Etyek között, illetve Etyek és Felcsút között van ez a puszta. El Sóskút felé lehet menni, Biatorbágynál Etyek, Etyeken át is ott van jobbra a völgybe, egy gyönyörű, csodálatos körülmények között. Ez a és tó... még a filmesek nem szállták meg a környéket. De, ó, rengeteg film készül ott meg. Hát a Sport egy állandóan adja, onnan adja az összes horgász történeteket erről a tóról. De maga a terület is nagyon alkalmas, egy gyönyörű környezetben van. Jól van halasítva, és itt tudtuk a legjobb körülményeket megteremteni ahhoz, hogy a horgászaink kulturáltan is egy szép napot tudjanak eltölteni a versennyel. Ugye szokás szerint ez május 20-án, e hónap 20-án, reggel 7-től délig 12-ig, utána eredményhirdetés, ebéd, úgy, ahogy szoktuk, mindig megtartjuk a kis ünnepet, díjkiosztás, és aki még akar maradni délután, az megfelelő térítés ellen maradhat is a tavon horgászni délután. Milyen díjakat tudnak adni a győzteseknek, és milyen kategóriában fognak, kategóriákban igen, fognak igen. Győzteseket? Hát először is van gyermek, ifi, női horgász és a felnőtt horgász. Ebben a négy kategóriában hirdetünk első három helyet. Hát a díjak azok mindig magunk, ugye a vezetőség válasza ki, lehetőleg a legkorszerűbb és a legideálisabb horgászfelszerelések, a legújabb stílusú botok, orsók, merítőszákok, tehát nem filléres dolgokat. Aki megnyeri, az akkor olyat kapjon, amit én magamnak is megvennék, hogy a kulturált is nagyon jó szerszámokat fognak kapni a horgászok. Minden esetre a horgászat eleve egy költséges hobbi, ugye? Ez így igaz. Ezt tudjuk. Ismerősöm horgász mondta, hogy van két botja, amit nem is tudom, milyen nagyon drágán vettem, és soha nem használta, de van. Igen, hát ez már hobbivá válik. Még a verseny, az el kell mondani, hogy nagyon jó feltételeket tudunk még a horgászoknak mondani, arról, hogy ez a Göböli tó, ebben van négy darab jelölt hal, ami 50 ezer forintot ér. És ha ezt valaki a versenybe közülünk kifogja, akkor ennek a felét ott a helyszínen kifizetik. Tehát 25 ezer forintot pluszban nyer az, aki ezt a jelölt halat valamelyiket, ha elkapja. És gondolom, ez magának a tónak egy egész nyáron, szezonon ez egész nyáron, igen. Akciója. Van benne egy ilyen több jelölt hal, és aki ezt kifogja, ott a helyszínen ki is fizetik neki. Ez nagyon vonza a horgászokat, és még amit el kell, hogy a ifi és a 70 év feletti horgászok fél áron nevezhetnek, tehát a nevezési díj felét kell csak fizetni a 70 év feletti horgászoknak és az ifi horgászoknak. Vannak 70 év feletti horgászok? Hogyne, és a gyermekhorgászok pedig ingyér nevezhetnek. Ugyanúgy részt vesznek, kapják az ebédet, mindent, ingyen a gyerekek. Van még mit tanulnia az elnöknek is, az ilyen 70 év feletti sok mindent tapasztalt horgászoktól? Hogyne, horgászat is olyan, hogy örök életben lehet tanulni, úgy, ahogy tőlem is, meg én is tanulok bizony, nagyon sok, a horgászok nagyon leleményes emberek, és sok mindent kitalálnak, amiről az ember sokszor nem is hallott, én is csak nézek. De hát, és azt megmondom, nem is a 70 évesektől kell tanulni, hanem az ifistáktól, és a fiataloktól, mert olyan korszerű dolgokkal jelennek meg, és olyan jó a felfogásuk, és olyanokat találnak ki, amitől még mi is tanulhatunk. De jó tudom, az ifiket képzik is az egyesületen belül, és nem csak magára a horgászatra, hanem az azzal kapcsolatos műszaki dolgokra, de az azzal kapcsolatos halfőzési dolgokra és minden kapcsolódó témára is. Igen, hát tervünkben is van az, hogyha nagyobb nyilvánosságot kapnánk, ezt nyilvánosság elé is hoznánk, hogy az ifi és a gyermekhorgászokkal szeretnénk még szorosabban foglalkozni. Ugye a horgászat rejtelmei, a hozzávaló felszerelések elkészítése, maga, amivel nagyon sokat foglalkozunk, a viselkedés a vízparton, a környezetvédelem. Hát igyekszünk a fiatalságot és az újakat, utánunk jövőket minden ilyenben
úgy eligazítani és úgy megtanítani, hogy méltán viseljék továbbra is az Érdés környéke Horgász Egyesület hírét. Gondolom nem ér véget az éves programjuk a nagy éves horgász versennyel, mi van még hátra? Igen, az második felében. Következő nagy esemény, ami az életünkben van, mondhatnám azt, hogy hát az egyik legnagyobb a Dunai családi horgász találkozó, ami halfőző versennyel és különböző vetélkedőkkel van egybekötve. Az nagyon népszerű, nem csak a horgászoknak, hanem a város lakosságának is, igen sokan meglátogatnak bennünket a Dunán. Már csak kóstolni is. Igen, ez nagyon szívesen, hogy főzünk egy nagy bográs, 100 személyes bográcsba, aki vendégül, mindenkit vendégül látunk ott a Dunán, és a versenyműveket is megkóstolhatják az oda látogatók. Ez nagyon népszerű, mi is várjuk, igen nagy erővel szervezzük, már ki van adva mindenkinek személy szerint a feladata, úgyhogy ez már szervezés alatt áll. Bízunk benne, hogy jó időnk lesz, és mindenkit szeretettel várunk. Ez július első szombatján van, a Duna parton, a szokott helyen, a mecsetnél kell lemenni, ott van a kis épületünk, de hát a horgászok meg a vendégeink is már tudják, és szeretettel várjuk őket július első szombatján, reggel 8-tól estig. Tervek az év további részére? Az év további részében ugye akkor már eljutunk mi is, a vezetőség is, hogy meg a horgászok, hogy lemehetünk a vízpart mellé a horgászokkal, a szoros kapcsolattartás, és nagy örömünk az, a szervezésünkben is ez így van, hogy amikor ezek a programok lemennek, akkor ellátogatunk azokra a vizekre, ahol a horgászaink horgásznak, és ott a helyszínen is tartjuk velük a kapcsolatot, nagyon jó érzés velük találkozni. Én magam is elmondhatom, hogy számomra olyan élmény nincs egész évben, mint mikor megyek valahol hátizsákommal egy vízparton, és rám kiabálnak, hogy elnézést. Rám kiabálnak, hogy elnök úr, és akkor oda megyek, ölelkezésbe menő barátság, találkozás, és ez egy szenzációs, a közvetlen kapcsolattartás a horgászokkal. Ez lesz a további cél, és majd a horgászbál, ami a téli programunk. És esetleg egy-egy ilyen alkalommal viszont látja azokat a botokat, szákokat, merítőket, egyebeket, amit a versenyen pontosan nyereményként adtak ki. Igen. Mit szabad kívánni horgászok szerint a versenyre? Csak jó fogást nem. Azt nem szabad kívánni? Sok szabad időt. És igen. Jó egészséget. Kényelmes ülőhelyet a parton, és egyébként. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Kedves nézőink, köszönöm a lehetőséget. Ma esti Négy szem közt című műsorunk vendége Gabelics Tamás volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra.